Több gyümölcs és szántóföldi növény magyarországi termés mennyiségének nagy részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében állítják elő. Az Agrárgazdasági Kamara folyamatosan koordinálja a betakarítási munkálatokat, együttműködve a gazdákkal. Eredményeik alapján az idei év kedvezőtlen volt a mezőgazdaság számára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a Magyarország átlagához hasonlóan talán napraforgóból még inkább magasabb átlag született, mint az országos átlag. Elég jó áron a kukorica a tavalyi aszályos évhez képest szinte megduplázta magát, úgyhogy az árával vannak egy kis problémák, de amilyen nagyobb mennyiséggel termet, amilyen termés átlag kialakult, talán ez a közepes ár szint alatti ár is kompenzálja azt a bevételt a magas termés miatt. A kalászosok jó termés hoztak idén, azonban itt is az árral volt probléma. Az étkezési búza ára még jelenleg is 4000 forint körül van. A gyümölcsök számára kedvezőtlen volt az év, sem a megy, sem pedig a dinnye nem hozta a várt termés átlagot. A magyarországi megy és dinnye termés több mint egyharmadát Szabolcs megyében állítják elő. Tavasszal az alma is lefagyott két járásban a megyében, így azok nagy részéből léalma lett. Ott, ahol nem a tavaszi fagy pusztított, a nyári jégeső tette tönkre az almatermést. Így azokat is 17 forintos léalmának tudták eladni a gazdák. A termelőket érintette továbbá néhány változás 2016-ban. Az egyik ilyen, hogy december 31-én lejárnak a régi típusú őstermelői igazolványok, azok is, amelyeket korábban érvényesítettek. Egy ilyen kártyaszerű őstermelő lesz helyette, ami mindenféle tevékenységet, illetve a földterületen termelt árukat tudja regisztrálni, rögzíteni, úgy az ellenőrzések könnyebbek lesznek. Próbáltunk jogszabálymódosításokkal a kárenyítési alapnak a hozamkiesésének a kiszámításával besegíteni a minisztériumnak. Sikerült elérni, hogy a üzemi szinten a 30%-ért 15%-ra csökkent, illetve ha egy adott kultúrában a 30%-ot meghaladja a kár, annak a kár megállapításnál már nem vonják össze más termékekkel. A Magyarországon termelt dohány 85%-át itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében állítják elő. A gazdák idén közepes termésátlagot tudtak betakarítani. Késő tavasszal az aszályos idő, majd a nyári jégeső is kárt tett a földeken. 400 hektárral kevesebb volt a dohánytermés. Gazdasági szempontból is kedvezőtlen volt az év. Az ULT Magyarország ZRT ugyanis idén megszüntette a nyíregyházi feldolgozó egységét.